Május 18 van, három napja kezdték feloldani a korlátozásokat, és szeretnék mesélni kicsit arról, hogy milyenek voltak az intézkedések itt erdében, és hogyan viseltük ezt az előző két hónap bezártságot, karantént. El fogom mondani, hogy számomra mi volt a három legnehezebb dolog ebben az időszakban, és hogy hányszor láttam a páromat élőben ebben a két hónapban. Igen, így néz ki az én korona frizurám. Szóval már egy hétfői nap van, és pár óra múlva kell mennem dolgozni, de muszáj volt kijönnem, mert éreztem, hogy szétrobban a fejem. És egy nagyon vagány kis útvonalra jöttem ki, amit Józsa Tihamér mutatott nekem, úgyhogy ha még nem láttátok a csatornáját, akkor ajánlom, hogy nézzétek meg itt. Általában futással foglalkozó videókat készít, és már volt egy kollaborációs videóm is, amiről hamarosan beszélni fogok egy kicsit. Tehát az elmúlt két hónapban gyakorlatilag szükségállapot volt egész Romániában, ami abból állt, hogy korlátozva volt egy csomó alapvető jogunk, többek között a szabad mozgásnak a joga. Vagyis csak akkor mehettünk ki a lakásból, hogyha először kitöltöttünk egy nyilatkozatot, ahol pontosan megjelöltük, hogy milyen dátumon, milyen időintervallumban megyünk, és milyen szándékkal, honnan és hova. És a rendőrség bármikor meg tudott állítani, és akinek nem volt ez a nyilatkozata kitöltve, vagy nem volt helyesen kitöltve, azok nagyon nagy büntetést kaphattak. Európa szerte, Romániában adták a legtöbb büntetést és a legnagyobb pénzösszegű büntetéseket. A minimális büntetés 2000 lei volt, ami az itteni minimálbérnek a másfélszerese, tehát egy havi minimálbérnek a másfélszerese, vagy az átlagbérnek kb. a kétharmada. Úgyhogy amiatt, hogy ilyen hatalmas fizetések voltak, és helyenként szólt arról is, hogy voltak rendőri túlkapások, ezért tényleg csak a legszükségesebb, dolgokért mentünk ki a lakásból. Én nagyjából hetente mentem ki egyszer vásárolni, és mivel külön lakunk Edittel, és nem esik igazán útba valamilyen bolt felé, ezért egyetlen egyszer sem találkoztunk. Úgyhogy számomra ez volt a legnehezebb dolog, hogy két hónapon át csak videón keresztül tudtam a kapcsolatot tartani a párommal. Azon kívül a második nagy nehézség, az az volt, hogy a munka mennyiség az nagyon-nagyon megnövekedett, abból kifolyólag, hogy online kellett ezt végezni, és emiatt ilyen átlagban napi 12 órákat dolgoztam, és még így is le vagyok maradva valamennyire a munkámmal, úgyhogy ez, ez nagyon sok stresszel járt és még várhatóan legalább vagy két-három hetet fog tartani ez az időszak ebben a formában. És a harmadik legnehezebb dolog az az volt, hogy... Nem jöhettem ki a természetbe, nem mehettem egy, egy rendeset mozogni, mert a, a szabályok szerint csak a... Lakóhelyed közvetlen közelében volt szabad fizikai tevékenységet végezni, és hát én tömbházak között lakok, úgyhogy nem szívesen mentem volna ki mondjuk szaladni az aszfaltra. Emiatt inkább a Benti sportolást igyekeztem az előnyben részesíteni és erről készítettünk egy kollaborációs videót Józsa Tihamérrel és még jó pár youtuberrel, amit megtalálhattok itt. Ugye két hónappal ezelőtt készítettem egy videót arról, hogy mi várható és milyen tanácsaim vannak, jó kérdés, hogy nekem mennyire sikerült a saját tanácsaimat betartani. Nyilván nem százszázalékosan, Olyan nagyon intenzív mozgást nem végeztem otthon, csak tényleg amikor sok ülés mellett néha-néha felálltam, és akkor egy kicsit emelgettem a súlyokat, vagy kuzogattam a gumiszallagot, Mivel munkám az volt elég, ezért azzal nem volt problémám, hogy produktívnak érezzem magamat, de a prioritásokat nehéz volt betartani. Uh, elsősorban az egészséges étkezést, ami meg is látszik a pocakomon. Mivel ritkábban is uh, jártam ki vásárolni, ezért uh, pár olyan dolgot, ami nagyon romlandó, inkább kerültem. Uh, vettem esetleg egy-két napra valót, és uh, azon kívül azok a dolgok, amik elállnak hosszabb ideig, azok jellemzően hízlalóak, és uh, nem túl egészségesek. Úgyhogy uh, mindenképp a következő pár hónapban a, az egyik fő célom az az, hogy uh, egy kicsit kiegyensúlyozza testsúlyilag is, meg tápérték szempontjából is azt a nem túl jó étrendet, amit követtem az előző két hónapban. Hogyha nálatok is lejárt már a karantén, akkor nektek mi volt a három legnehezebb dolog? Vagy hogyha nem járt még le, akkor most mi a három legnehezebb dolog ebben az időszakban? Írjatok egy kommentet, kíváncsi vagyok. Esetleg volt jó oldala is számotokra, vagy van? Mi lenne az? Számomra a jó oldala persze az volt, hogy a kicsit lenyugodott a város, a csökkent a környezetszennyezés, csökkent az az állandó rohanás, de én a mindennapokban is igyekszem ebből amennyire lehet kivonni magam, többek között azzal, hogy kijövök a természetbe. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha így van, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. A tervben van még jó pár videó Norvégiából, Izlandról és természetesen Erdélyből is, Fogarasi havasokból és a királykörről vannak még megvágatlan anyagaim. Vigyázzatok magatokra, attól amért a legszigorúbb intézkedések már nincsenek, a járvány még jelen van. Sziasztok!